Üdvözletem mindenkit egy újabb videóban. Eljöttünk a Szlovák Birodalomba, Szilágy megyében. Itt van egy csomó falu, ahol a szlovákok élnek. Elkezdve Plopistól, most jelenleg Fajetum vagyunk, és utána megyünk Utoszláviába. Szép kis útvonal, valamint van egy szlovák nemzeti park, és amit megnézzük. Remélem, elérkezzünk odáig, és jó az út. Megálltunk Fajetuba, valamire a szlovák reszti van itt. Eszünk valamit. Van egy jó nagy kutya. Milyen képet? Az biztos nagyon jó, köszönöm szépen. Lássuk, mi van itt. Ez a maxi. Jaj, megrendeltük a pizzát. Milyen szép a környék. Mi fényképezel? Kivi szukkodat? Igen. Hát itt jó minden, csak itt megy a manelle. Na hát, az a környék. És ha már itt vagyunk, akkor mondok egy pár szót Plopisról is, azaz gyümölcs énesről. 2277 fő a lakosa. 2021-es adat. Népessége, népszámla, hát nem írja, hogy hány szlovák van. Ezt nem is tudom, hogy hol nézzem meg, de majd ide leírom. Itt nem álltunk meg, mert nem nagyon volt mit nézni. Itt csak valamilyen láz. Mlaštine de la Laz. Egy természeti rezervátum látható mellette. Van egy múzeum, és a Ses hegységet említi a Wikipédia. Szóval Plopisról nem sok dolog van fent az interneten. Fajetu. Már több mindent lehet olvasni a Wikipédián és az interneten is. Például azt, hogy a szlovák neve Gemel Cicka. Hát kb. Jelenleg most 745 lakosa van, de 1910-es években volt sokkal több. 1609 lakosból 1573 szlovák élt a 1900-as évek elején. 15 magyar, 21 román. Magyarul Magyar Pataknak nevezik a települést. Anyakönyvet 1891-től vezetnek. A nevezetessége a római katolikus templom, ami 1894-ben épült Szent István tiszteletére. A Magyar Patak, azaz Fajetu, viszonylag újonnan keletkezett település, 1830-ban keletkezett, mikor a Bánffy család szlovák telepesekkel telepítette be. Falu lakója 20. század elején a Berettyó és a Kürös völgyében és a Rézhegységben mezei munkából, favágásból és fafaragásból éltek. Birtokosai voltak báró Bánffy család tagjai. 1847-ben 584 lakosból 534 római katolikus, 44 görög katolikus, blablabla volt. És megjött a pizza. Szóval ez újonnan létesült települések, amikor is ide telepítettek szlovákokat. Megjött a pizza. Szóval történelmileg csak ennyi, nem olyan gazdag. Milyen a pizza? Hát gyere már! Hú, van tojás is rajta. Kaptál egy sárgáját. Ez a Fajetu pizza. Na, bevágtuk a pizzát.
elég jó volt, vagyis ehető. Nézzük, mi van itt a környéken. Szép a táj. Egy sátor. Ez valami vityilló az is. Itt van valami fa. Szép tájegység. Meg kell hagyni. Hát ez egy régi fa. Fának a törzse, itt hagyták. Hát azt hittem, hogy valami híres fa kitáblázva, de nem. Szerintem így maradt. Itt mind erdő, szénakazal. Csend és Manele. Hát most, hogy hol van a falu, az nem tudom, de ahogy megláttuk a táblát, hogy Fogeto, utána már hát egyből megjelent ez a kis kajálda, Resti. Nem tudom, menjünk tovább? Ez mi van? Nem tudom, mi lehet itt. Hát furcsa. Furcsa. Na hát, azt hiszem megkeressük a falut. Körbenézek egy kicsit ott, aztán megyünk tovább. Felmelegedett. Görög-katolikus, gondolom. Kacsák. Aha. Libuskák. Kapcsolj csak a villany. Na hát ez Fogeto. Itt mondom, hogy minden szlovákul van. Obnyécki urát plopis. Jó, itt van csibék. Panna Maria. Deák Janka. Akkor itt magyarok is laknak. Meg szlovákok. Itt ez egy ilyen csendes környék. Nem sok turista van, úgyhogy el lehet jönni, milyen szűk az út. Tírja románul. Hoppá, kutya. Románul, hogy csinálták az utat. Itt gondolom rossz volt az út. Adrián Miroslav Merka. Itt így jönnek az autók, nem fér el egy másik. Na, menjünk tovább. Így néz ki a templom. Még egyszer. Szép. Rendben van rakva a falu.
teheneket is! Ne látom a teheneket! Kedves nézőim, most megyünk utra a Szlávjába, nagyon rossz az út. Láthatom. Ugyancsak szűkös. De szűkösen szeretett, ne? Igen. Dimbes dombos. Nem is tudom, mire jelzik. Nem jár a kutyus. Mi vagyunk? Láttunk egy motorost, és mi voltunk. Meg egy bácsi. Meg egy bácsi. Nem is muszáj lehúzzál meg. Úgy jár senki. Itt a kutyus. Itt mik járunk meg az ördög? Jaj, na. Mi? Zár be a kutyus. Nagyon szép. Itt vagyunk kb. Uta Szlávia és Fagyetú között. Ilyen itt a táj, a vidék. Semmi, Huta, semmi. Éj, Zoltán. Zoltán, Erika. Az előbb esett egy kicsit ezekből a felhegekből. Hát kb. Ott van. Hol is van Fagyetú? Hú, ha nem lát. Tenni ott látszik, ott fix velünk szembe. Az kell legyen ott, mintha látszon a templom tornya. Ott van valahol Plop is, arra nagy falu, és akkor erre van kb. 10 kilométerre. Huta Szlávia, ahol már voltunk tavaly, és megfilmesítettem azt is, de hát megyünk még egyszer, csinálunk egy ilyen körutat a szlovák birodalomba, a román szlovák birodalomba. Nagyon gyönyörű Huta Szlávián is a táj. Milyen tetszik? Amúgy tényleg a kutya se jár el. Milyen kocsi te? Meggondolod, na ezek mit fényképeznek itt? Mindjárt látod, hogy jár légy. Kocsi? Jár légy? Da. Utat látod. Da, videszik, hogy végünk meg. Na. Na hát itt már rosszabb az út, ahogy mondtam. De gondolom, hogy
valahogy eljutunk az élest fele. Vezet ez az útacska. Szép vadvirágokkal, vad természettel. Itt azért kaszált, lekaszálta valaki. Miért ég a lámpám? Nyitva van az ajtó. Na hát, megérkeztünk Utaszláviára. Tavaly évhoz képest az első tapasztalat. Itt emlékszem, hogy voltak szamarak. Sokkal, sokkal többen vannak. Igaz, hogy nem is tudom, mikor voltunk itt tavaly. Lehet nem épp a szezonban. Most szezonja van. Több parkolóhelyet alakítottak ki. Ez úgy látom nem nagyon változott, mintha más lett volna a hinta, nem? És kicserélték a hintát? Az a pingpong asztal nem volt ott. Úgyhogy meg ez sem, erre sem emléksz. Ugye ez itt volt? Na fene tudja. Van kis csika. Van azért ember. Csúdes van a szegény. Ott még kis kölyök. Hóla. Nem is van. Itt van a parkoló bácsi. Fel kell menni. Hát elsőre, mintha több reszti lenne. S több ember. Plusz megcsinálták azt a hajó kinézetű valamit. Mindjárt megnézzük. Az ott mi? Hát az egy valami kis terasz. Jaj, menjek át itt. Aha. Játszótér. Tele van autóval. Itt van a térkép. Ezt sem figyeltem meg. Múlt évben. József Battyány csinálta. Ugye pénz. Miért? Kávé. Aj, menj kávéztok, Istenem! Hát oda innő. Szép pohár. Ezt megtartod? Milyen szép ez a pohár. Lássuk itt, milyen itt a tónál. Változott itt valami. Itt van a pajta. Ezt csinálták, még emlékszem. Ezt csinálták múlt évben. Hoppári! Láttuk valami teraszokat. Ez is szerintem a terasz lesz. És nem megyek le, mert megyünk hazafele. De megstírölem itt fentről. Aha, lehet csónakázni. Rendbe rakták egy kicsit a házakat, és ahogy látom, ki van nyitva az a polonica is. Meg ott az a kis boltocska. Na.
Hát szép kis hely. Amúgy ez a Hutaslavia, hát ez a leghíresebb a szlovák falucskák közül. Ez lendült fel a legjobban. A turisták jönnek ide ezerrel megnézni a tavat, meg egy pár múzeum is van lent. Múzeum kis boltocska, ilyen művészeti házacska, vagy hogy mondjam. Tehát plusz betették ezt, hogy lehet csónakázni. Hát itt el van az ember. Plusz ott fent van egy kis park. Lehet jönni gyerekekkel. Fögetú, meg Plop is. Meg hát egy kicsit eldugott helyen van. És az már... hát azt már nem nagyon látogatják, ahol voltunk ezelőtt. Hova jöztök? Na, jönnek utána. Mégis lejöttünk. Na, lássuk. Itt folyik a patakocska. Szebb becske lett. Szép itt ez a nap. Én voltam, de akkor tél volt, akkor a kis kopár volt minden. Tél? Nem volt ilyen. Szóval resztés, vagy mi volt? Resztés van. Valamit ott sütnek. Kenyeret? Nem lehet. Hát itt az árak egy kicsit drágácskák. Ilyen kis keksz 24 le. Ujjajajajaj. Yes. Régi ellenőrző. Ez egy kis múzeum. Plusz itt van a... Itt őrlik a lisztet. A búzát. Plusz itt van mellette a sütőülde. Sütik a finom. Milyen? Kérlek egy pár, milyen? Mert rullé. Mi? Most vették ki? Mi jó van, de jó illetve van. Itt csoklam. Csoklam. Már veszek én is majd egy olajat. Amúgy itt van még filmezzem le a malmot. A malom. Itt ez nem volt, itt ez a fa, nagy pad. Fapad. Hát ez a Hutaslavia, az egy kis múzeumnak lehet nevezni. Ez sem olyan régi.
mert ha jól tudom, ez a térség, ez mind az 1800-as évek vége, közepe tájékán lettek betelepítve ide a szlovákok, úgyhogy itt nem tudom, kik éltek. Talán senki, hanem direkt a szlovákokat telepítették erre a vidékre, és ők csináltak ide házikókat, meg mindent, amit itt lehet látni. De hát, ó, hát itt mi lett itt? Ez se volt itt. Hé! Hey! Mi ez? Szóval, na, elfelejtettem, mit akartam mondani. Szóval, hát idővel persze csökkent a szlovák népesség. Itt, ha jól tudom, Fegetun 1400 lakosból, hát már csak 700-an vannak. Szerintem vegyültek már románokkal, úgyhogy ritkul a szlovák népesség, de még ez egy ilyen kuriózum itt a Szilágy megyében, hogy vannak ilyen falvacskák, úgyhogy addig jó, amíg vannak szlovákok szerintem. Sajnos Románia nem értékeli eléggé ezeket a helyeket, például a magyarságot is jóval, jóval jobban kéne értékelje, mert a magyar műemlékek, magyar történelem, amit ide hozott a magyarság, azokat, hát nem fejleszti, nem újítgatja. Hagyja elpusztulni már, amit itt van ilyen régi telefonos tábla. Mi van itt? Üveg. Üvegmúzeum. Üvegmúzeum. Erre nem emlékszem, hogy lett volna a üvegmúzeum, úgyhogy itt benézzünk, hogy mi van itt. Lássuk, mi van itt. Halacska? Na hát ott csinálják a szüveget. Hogy? Ez itt egy csoklip. Hogy ne nekem az oldaladat? Bíró Zoltán. Igen. Nem valami sklep, klap, vagy mi volt máskor? Nem a Zolina flója. Ha? Nem a Zolina flója. Ne. És hogy nézem meg a privát videókat? Azt csak ha elküldöm. Küldd el a privát videókat. Amúgy drágaság van, egy ilyen házi kenyér 15 lej, félüveg frissen préselt olaj 15 lej, ez az 3 euró. Drágaság van, de legalább van egy ilyen hely is, ki lehet jönni. Jöhetnek a turisták. Nem lehet olyan árba adni, mint a Lidl-be.
van egy vízmérték, 21-nél van kis sziget. Na, szerintem menjünk tovább, mert már későre jár. Itt vannak az olajok. Itt lehetne tartani egy fesztivált. Itt még van valami székek. Szerintem lesz valami terem. Székek. Valami evén. Biztos tartanak itt. Na, így nem lenne vagány egy labzi. Ilyen vagány lenne. Ez is ki van nyitva. Fazakas. Kovács. Kovácsos. Mindjárt meg beszorítja a nyakot. Bună ziua! Amivel fújják a tüzet, pompáják. Hát itt múltkor ki volt nyitva, itt voltak emberek. Most itt nincs senki. Nem érdekli senkit az ilyen dolgok már. Látod? Ez itt valami állattartó. Jó, itt van mi. Mi az? Disznyó. Nem látszik, de disznó van ott bent. Nem én, hanem más. Itt meg kecskék, gidák. Amúgy vannak még állatok fent, szamár, ugyancsak ilyen kecskék, zergék, juhak. Meg mi, itt valaki kertészkedik is. Hát ez olyan nagyon vegyes ez a utaszlálja. Sok a parkoló. Ezt már mondtam. Tele van parkolóval itt ez a rész. Nem ez a rész, hogy szerintem volt. Meg volt? Én azt hiszem, hogy itt valahol parkoltam. Ezzel ahhoz. Hát gyere. Hát egy jó volt a rövid videó. Találkozunk a következő epizódban. Pápa. Pá. Tamás, Clementina, Krisztina. És én. Hát utazó májmok.